Sziasztok, szép napot, szép délután, szép estét, attól függetlenül, mikor hallgatjátok, nézitek ezt az adást. Aki élőben tart velünk, a Mindjárt kezdünk felirat már fut, ami azt jelenti, hogy ilyenkor, hogy én is a vendégem is itt vagyunk a Rádió Ren stúdiójába, körülbelül fél perc is kezdünk. Várunk mindenkit szeretettel, aki élőben akar velünk tartani. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Méreg Attila vagyok, a bécsi Rádió Ren stúdiójában üdvözletem Papp Tamást. Szia Tomi, köszönöm szépen, hogy be tudtál jönni a stúdióba. Köszönöm. Kedves nézőink, hallgatóink, zongoristához van szerencsénk, de érdemes velünk maradni a műsor végig, mert majd egy másik hangszer is elő fog kerülni, kicsit is spoilerezzek, tehát van egy evolúciós lépés a mai vendégnek az életébe, de el fogunk majd oda jutni, hogy miért is fog ez megtörténni, miért is történik meg már az ilyen időben, de akkor menjünk vissza az időben. Én például nem egy zenész családból jövök, a zene nekünk amúgy annyira nem is volt fontos, ilyen musicalekben szerepeltem, ismerkedtem a zenével, de nekem nem lett fontos része az életemnek, nem úgy, mint neked. Tehát, hogyha visszapörgeted az időt a fejedben, volt olyan momentum, családban volt olyan személy rád hatása, vagy egy tanár, hogy végül a zenei pályára léptél? Igen, hát nekem édesapám gitározott, ő ilyen rock blues irányból jött. Akkor hogy nem gitáros lettél? Gitároztam is, de aztán valahogy így a zongora lett előtérben. Meg apukám kicsit forszírozta is a zongorát, mivel ő elkezdett zongorázni, de valamilyen oknál fogva abba hagyta. De ezt igazából egyáltalán nem bánom, mert egy jó rálátást adott így a nem csak a zongorára, de hogyha valaki zongorázik, főleg jazz zongorázik, vagy hogyha mélyebben beleássa magát a klasszikus zenébe is, akkor rájön, hogy sok hangszerelési ötlet, vagy bármilyen akár ilyen harmonizáció rá jó alapot ad a zongora. Szóval ebből a szempontból egyáltalán nem bánom ebből azt, hogy ilyen nagyobb rálátást adott a zenére számomra. És a jazz ilyen szempontból az úgy mindig ott volt, vagy az így később talált meg? Ez később jött igazából, hogyha így visszaemlékezek, akkor ugye 9 évesen kezdtem klasszikus zongorázni, de nyilván egy ilyen nagyon fiatal kisrác... Még most is fiatal vagy, apám. De nagyon fiatal. egy ilyen fiatal kisrácot azért amilyen én voltam, nem annyira érdekelt a klasszikus zene akkoriban. Ennek ellenére elvitt a Szent Gotthárdi tanárom, az első klasszikus zongora tanárom több versenyre is, klasszikus zenei versenyre, és hát kisebb-nagyobb sikereim voltak, de annyira mélyen nem ástam bele magam klasszikus zenébe, ez csak így később jött. Igen, szóval amikor még így kisrác voltam, akkor leginkább ugye apukám miatt el is kezdtem gitározni, szintén 9 évesen, 8-9 évesen. És akkor én is ilyen, nem tudom, Deep Purple, Led Zeppelin, Guns N' Roses számokat hallgattam, meg gitároztam ezeket a számokat, és ez a világ fogott meg leginkább. Aztán igen, a jazz az így később jött, valahogy így 11-2-3 évesen így eldöntöttem, hogy most hát már korábban így körvonalazódott bennem, hogy zenei pályára akarok menni. De valahogy, ahogy említettem, apám unszolására maradtam a zongoránál. Meg ők gondolom támogatták, hogy oké, látják, hogy tehetséges, hogy van benne spiritus, akkor nem lesz ebből a gyerekből mérnök. Igen, pontosan. Meg apám így szerette is volna, hogy tényleg így zenei pályára menjek, vagy így megpróbáljam magamat. És
És aztán így eldöntöttem, hogy oké, nem szeretnék most klasszikus zongorával foglalkozni, akkor inkább kipróbálom magam a jazzben, és akkor így jött ez a szombathelyi művészeti szakközépiskola. Pont akkor, pár évvel korábban indult egy jazz tanszékot, és akkor ott kezdtem. Igazából semmit nem tudtam a jazzről. Így... A legjobb nulláról. Igen, igen. Van hova fejlődni. Aztán felvettek csodának csodájára, és elkezdtem ott tanulni Klaus Csabánál, aki zeneakadémiát végzett, zongorista. És, de még pont Szombathely, tehát így ott Budapest, nem tudom, hova valósul, vagy az így Szent Gotthard. Szent Gotthard, igen, tehát, igen. De Budapest fele nem akart, tehát ez a Szombathely, ez így hogy került a radarodra, valaki ajánlotta? Hát így hallottam róla, hogy indul ez a tanszakot, és akkor igazából szüleim se akartak akkor még elengedni Pestre, viszonylag azért szigorúak voltak, főleg akkoriban, és... ez egy jó opciónak is tűnt igazából, hogy közel van Szent Gotthárdhoz Szombathely, akkor haza tudok járni még minden hétvégén, meg egyébként sok barátom Szent Gotthárdról, vagy ismerősöm ment Szombathelyre, vagy kifejezetten ebbe a szakgimnáziumba, a zenei szakgimnáziumba. Nagy a zenei élet Szent Gotthárdon, és sok-sok zenész van, meg csapatok, tehát így van élet, zenei élet? Hát így viszonylag van, főleg amikor kisebb voltam, akkor azért például apámmal, meg a középső tesómmal, aki dobol, a Csabi vele is volt egy ilyen zenekar, ahol játszottunk, vagy hát nekik volt egy ilyen zenekaruk. Ilyen... És lehetőség is volt Szent Gotthárdon így fellépni, vagy így már? Fellépni? Persze, persze. Sose voltam Szent Gotthárdon, valami kimaradt. Hát menjen mindenképp. Jó, megpróbálom. Főleg a környék az nagyon, nagyon szép. A kis falvak. Igazából ezekben a zenekarokban én gitároztam, meg ugye mellette akkor klasszikus zongora, meg akkor ott voltak különböző versenyek, projektek, nem tudom, zenei táborok. Aztán így kezdett kialakulni ez az egész, meg az az érdekes egyébként, hogy ugye Szent Gotthárd viszonylag kisváros, de ezekben a kisvárosokban leginkább az történik, hogyha van egy ilyen zenekar, vagy egy ilyen rendezvény, akkor általában sok ember elmegy rá, és akkor velem is ez történt, hogy bekerültem ebbe a zenekarba, nem tudom, ilyen második gitárosként apukám mellett. Ez milyen stílusú, mondjuk a nevet, meg két mondatot mondhat a zenekar? Hát egy ilyen Máté Péter emlékestből indult ez a zenekar, és akkor utána más számokat is elkezdtek játszani, de maradt ez a Máté Péter vonal is. Ez még aktív? Vagy így? Nem, ez már régen megszűnt. És igen, akkor ott elkezdtem gitározni, és de aztán így jött a jazz, mert ugye klasszikus zongorát azt nem akartam, és akkor mondom, ha már zongora, akkor inkább jazz, és akkor akkoriban kb. Így elkezdtem Oscar Petersont, Bill Evans-t hallgatni, csak úgy rátaláltam ezekre a zongoristákra, zenészekre, és igazából meg is tetszett ez az egész vibe, ez a jazz vibe. Egyszerűen egy bevonzott igazából, pedig nem gondoltam volna, hogy egy ilyen irányba elmegyek így 12 évesen, 13 évesen. Aztán főleg, amikor meg a konziba bekerültem, a szombathelyi konziba, ott meg általában mindenki, tudod, mindenki gyakorolt reggeltől estig. Bent voltunk a suliban, és egyszerűen a környezet annyira bevonzott, meg magával ragadott, meg voltak ugye más jazzzenészek is ott, akik tanultak, vagy tanárok, akik pozitívan befolyásoltak. Úgyhogy akkor inkább még így jobban belementem
az egészbe. És formációk már akkor is alakultak ki, egyre több zenészt így megismertél, mert így beszéltük mikrofon kívül, hogy azért voltak zenekarok, meg lesznek is, hogy már akkor is így alakultak, örömzenélések, zenélések már voltak, akár még lehet, hogy ezek a csapatok elég sok hosszú időt meg is éltek? Eleinte leginkább csak a suliban, a zenekari gyakorlatokon volt zenégetés, meg iskolaidőn kívül a más tanítványokkal együtt, diákokkal együtt zenélés, ami egy kicsit nehéz volt, mert például basszusgitáros meg bőgős nem volt a suliban, úgyhogy egy kicsit ilyen ad hoc formációk voltak, de ennek ellenére nagyon sok pozitív élményem van abból az időszakból, meg nagyon sok jó barátot szereztem, meg ott is igazából már nekem az is fura volt, mivel egy kisvárosból jövök, hogy sok embert megismertem Magyarország különböző részeiről, és nekem már az egy ilyen más rálátást adott, mint ez a kisvárosi beszűkült. Tudom, miről beszélsz, hogy Mezőkövesdről jövök, az 16 000-es város, és bekerült Nyíregyházára, ami akkor 44 000 volt, hogy hú, mennyi ember egymás hegyén hátán, ki milyen szavakat használ, ki milyen kultúra, ki hogy főz. Igen. Tehát ez amúgy ennek van egy nagyon izgalmas keveréke, misungja, totál meg tudom érteni. Igen, igen. De visszatérve hozzá, tehát a zenekarok érdekelnek, hogy mik voltak abban, hogy komolyabb, akár neve volt, pár koncertet is megélt, mik voltak, nem olyan rég, mert beszéltük, párak most már megszűnt, vagy leáldozott, vagy mindenki szana szét van, hogy a zenekarok az életedben mik voltak, amik úgy tech zenekarok, mondjuk, aminek neve volt, meg pár koncertet megélt, akkor nem, ezeket is soroljuk fel, mik bejátszottál. Még amikor Szombathelyen voltam második évben, szóval így 16 évesen bekerültem a Konzi Big Band nevű zenekarba, ez egy jazz big band volt, az talán még most is működik, nem vagyok biztos benne. Reméljük. Igen. És ott elkezdtünk már játszani ilyen big band számokat, Count Basie, Ted Jones, hasonlókat. Hát ott azt hiszem volt egy vagy két koncert abban az évben, amikor ott játszottam, szóval nem volt egy olyan nagy cucc, de azért mégis egy ilyen jó tapasztalatot adott a big band zongorázás, meg big band zenével kapcsolatban. Aztán így kezdtem érezni, hogy nekem ez a Szombathely egy kicsit azért kicsi, meg nyilván így hallottam dolgokat, meg meséltek nekem más zenészek tapasztalatokat, például Pestről ugye, meg hát Magyarországon a legtöbb zenekar kvázi Pesten van, meg onnét hallani dolgokat leginkább, és aztán eldöntöttem, hogy középiskola harmadik évet azt akkor ott kezdem, és akkor átjelentkeztem a Bartók Konziba, és aztán Pest az megint egy ilyen lépcső volt, ahol még újabb tapasztalatokat szereztem, nem csak zeneileg, de így élettapasztalatokat is, hogyha szabad így mondanom. Aztán ott még több embert ismertem, meg még több dolog jött az életembe, még több ember. Hát az így nehéz is volt az elején így hozzászokni, nyilván egy ilyen kisvárosi gyerekként, ugye a pesti körforgásba, de én ezt így szeretem is magamban, hogy könnyen tudok, hogy mondják ezt magyarul így. Asszimilálódik? Igen, pontosan. Milyen szép magyar szót találtam. Igen, és aztán így, hát azért kellett egy-két hónap, míg így belerázódtam, de és onnét is igazából nagyon sok jó emlékem van. Attól függetlenül, hogy abban az időszakban nem tudtam annyira gyakorolni, meg így kicsit így hát így sok ilyen lelki dolog történt, azt hiszem, ami így hátráltatott kicsit a szakmai
életemben, meg hát az például, hogy ebben a Bartók konziban nagyon kevés terem volt gyakorolni például, de nagyon sok diák volt, úgyhogy és aztán alvásparalízisem is volt az első fél évben, úgyhogy felkelni se tudtam kb. És, de hogy jöttél ki, ha akarsz róla beszélni? Hát ez egy jó kérdés igazából, egyszer csak így fél év után megszűnt valahogy, nem tudom, lehet, hogy ez a belerázódás az ottani életbe, nem emlékszem pontosan, hogy mi történt, mi hozott így ki belőle, de hál' Istennek már ez nincsen. Igen, és akkor ott kezdődtek ilyen kicsit komolyabb zenekarok, ugye ez a Nagy Emma Quintet, vagy volt egy ilyen formáció, az Old nevű duó, a Hargitai Anna Veronikával kezdtük, egy énekesnő, aztán ebből lett egy trió, aztán kvartett is volt, meg aztán emellett a sulis projektek. Most pont őket látjuk? Most nem tudom, hogy ez... Igen. Ez a felállás is így most így pihenőpálya, megszűn mindenki szanaszét van, tehát most így például ezzel a formációval mi van? Ez már régóta megszűnt igazából. És miért, ha nem kérlek indiszkréted? Igen, én ugye Grazba költöztem, Veronika meg Németországba, Essenbe, a Dobos, a Barenyi Bence, ő Pesten maradt, meg a Zoli is, Pesten maradt, Hegyi Zoli, a basszeros. Úgyhogy így, ja, így nem volt egyszerűen lehetőségre. Az élet. Hasonló történt a Nagy Emma Quintettel is, szóval ezek a zenekarok így megszűntek, mielőtt még kimentem volna Grazba. De hát a Nagy Emma Quintetnél ők ott abban a zenekarban én léptem ki, igazából erről is beszélhetünk. Ez egy érdekes sztori, mert ugye én tartottam velük a kapcsolatot, főleg az Emmával, az énekesnővel ebből a zenekarból, és... Arra van fotó arról a Quintetről? Igen, az a Jazz Showcase-es, amit az előbb... Tudom melyik, mondjad csak, és akkor megkeresem. Igen. Vele például tartottam a kapcsolatot, vagy tartjuk a kapcsolatot, és mondta, hogy rengeteg ember kérdezte tőle, vagy így tőlük a zenekarból, hogy én miért léptem ki, de tőlem így kvázi senki se kérdezte ezt, szóval most ez egy jó lehetőség, hogy megmagyarázhatom magamat, és... Erre gondolsz, ugye? Igen, pontosan. Szóval halljuk a te igazságodat, vagy a te oldaladat. Igen. Hát itt igazából az volt, hogy ugye a belvárosi jazzversenyen, azt hiszem a harmadik belvárosi jazzverseny első helyezett díját nyertük meg, és akkor... Gratulálok ehhez. Köszi. És akkor elkezdtük ezt a zenekart így komolyabban csinálni, mindenki írt számokat, meg igazából tök kreatív volt mindenki, meg nagyon jó zenészek mindannyian. De aztán egy idő után azt éreztem, hogy én egy kicsit kívülálló vagyok ebben a zenekarban. Nem csak zeneileg, hanem személyiségileg is voltak kisebb, nagyobb konfliktusok is. Hát ez normális, tehát ez hol nincs. Persze, hát konfliktusok. Zenekar, mint egy házasság, szokták ezt mondani. És aztán én úgy döntöttem, mivel tudtam, hogy már úgyis kimegyek Grazba, tudatában ezeknek a dolgoknak én úgy döntöttem, hogy kilépek ebből a zenekarból. Meg hát igazából nem mondom azt, hogy butaság volt ez a döntés, de kicsit talán elhamarkodott is a részemről. Hát így Grazból azért nehéz próbákra járni meg. Igen.
egy szerves részévé válni. Például az négyesi Barna mesélt, hogy neki is hány formáció, és ott is szanaszét vannak az emberek, de ez itt tök nehéz egyben tartani, hogyha nem egy országban vagy, de egy országon belül is egy nagyobb távolságok vannak. Persze, igen, igen. És akkor úgy döntöttem, hogy kilépek ebből a zenekarból. De főként ez a zenei irány, ugye csináltunk egy albumot, és nekem az akkoriban valahogy nem voltam úgy nagyon megelégedve vele, főleg az én részemmel. Na, kis maximalista vagy? Hát nem tudom, hogy mondhatom ezt, de hát őszinte vagyok magammal, inkább azt mondom. És főleg most látom azt, így 4 év Grác után, hogy mennyi hiányosságom volt akkoriban zeneileg, zongorázás ügyileg, és sajnos nem is tudom annyira visszahallgatni azokat a számokat, amiket akkor felvettünk, mert így mert valahogy furcsa magamat hallani abból az időszakból. És szerencsére ez a Grác, ez sokat változtatott így a zenei rálátásomon, zenei tapasztalataimon, mert annak ellenére, hogy sok behatás ért, ahogy mondtam, ennek ellenére már korán kialakult bennem egy ilyen, én most tudom, hogy mit akarok csinálni zeneileg, és meg tudom, hogy mi jó, de ez nagyon ilyen szűk látás körű dolog volt, szóval, hogyha valami nem tetszett egyből, akkor hagytam a fenébe, és nem foglalkoztam vele, és nem úgy, mint most például, hogy rengeteg fajta zenét hallgatok, és így adok több lehetőséget egy albumnak, vagy egy előadónak, akit annak ellenére, hogy nem fogott meg egyből az első 10 másodpercben. Igen, és ebben segített Grác is, hogy ez a kiköltözés. Egy picit még megakasztalak itt, már eljutunk Gráchoz, de igen, igen. A zenekarok, még fussunk végig, csak hogy így megérezzék a nézők, hallgatók, hogy mennyi formáció volt, ahogy kipróbáltad magad, mert fel is tűnt a négyesi kvartett, uh-huh. ugye, jól mondom, igen. Hogy menjünk végig akkor, hogy legyen teljes a zenekari lista, hogy akkor mik voltak fontosak. Számon. Hát így a Barnival igazából most nemrég kezdtünk el csinálni ezt a zenekart. Akkor Grácsból jön, tehát akkor igen. Körülbelül ennyi zenekar is van, és akkor vagy még valamit megemlítenél? Pestről, hát ugye, amit beszéltünk még az adás előtt, ez a Choose Cheese zenekar, ahol csináltunk két koncertet a srácokkal, ők így a, hát úgymond baráti kör igazából. Ez a zenekar is már a tagok össze-vissza vannak. Jó, ez is megszűnt akkor. Igen, igen, igen. Hát így, nem tudom, így ők így beszélnek arról, hogy újra egyszer csinálni valamit. Egyszer majd a reunión, egyszer valamit. Igen, igen, de például a Malac, a gitáros, ő kim van Hollandiában, a Zalán is kim van Hollandiában, a dobos, a Bence, ő Pesten, meg a Cseke Dani is Pesten, a szaxofonos. Különböző. Ebből is érződik a nézőknek, hallgatóknak, hogy azért nem egyszerű a zenész élet. Tehát, hogy oké, hogy megtaláld azokat, akik vagy itt zenélnél, de a pályád egy lehetőség, és akkor már rá is térhetünk Grácsra, hogy azért nagy lehetőség, de azért zenei fejezetek, sőt, életbeli fejezetek is azért lezárulnak. Igen, igen. Hát az élet, azt hiszem. Igen, és velük csináltunk két koncertet, ahol ezek a képek az opuszos koncertből vannak, ahol két szettet játszottunk, az első szettben az ő számokat játszottuk, ezek a Choose Cheese számok, ahol ugye ők is csináltak két albumot, azt hiszem mind a kettő fenn van Spotify-on, és így a második albumról játszottunk számokat így quintetben. Aztán én erre a koncertre írtam egy, vagy hát erre a formációra írtam egy ilyen egy órás darabot, amit előadtunk a második szetben. Egy lasza egy órás darab.
Igen, és akkor ezt játszottuk. Sajnos a kották már nincsenek meg, de meg azt hiszem a hanganyag is valahogy így elveszett. Csak a koncertnek a legvége van, meg az utolsó 10 perc, úgyhogy ezt kicsit sajnálom, hogy így lehet, hogy igazából valahol ott van a gépemen, és megtalálom, de ez egy nagyon jó élmény volt így tényleg így a közeli barátaimmal játszani, meg egy ilyen tényleg abszolút felhőtlen légkör, így egyszerűen azt éreztem, hogy bármi lehetséges velük így zeneileg, bármire nyitottak. Hát sok ilyen élményt kívánok még a jövőben, ilyen flow, zenei flow élményeket. Hát ja, jó lenne. De igazából történtek ilyenek. Szóval, hogy annak ellenére, szóval vannak olyan tapasztalataim emberekkel, akikkel alig tudtam beszélni, nem csak külföldiek, hanem akár magyarok, de a zenélés az meg egy ilyen nagyon, nagyon intim légkör alakult ki zenélés közben. Ja, ezek a tapasztalatok azért megmaradtak. Ugorjunk Grazhoz, hogy milyen érzés van, amikor megtudtad, hogy Grazba felvettek, miért pont Graz lett a következő állomás az életednek? Én igazából Berlinbe akartam menni, a Jazz Institute-re jelentkeztem, de oda nem vették fel. Sajnos. Megmondták, hogy kiderült, hogy miért, vagy az... Hát eléggé elrontottam a felvételit, eléggé izgultam, meg igazából nagyon be akartam kerülni Berlinbe, már így 15-16 éves korom óta így oda akartam menni, de aztán nem jött össze igazából ez, ha mondhatom így, akkor ez csak az én saram volt. És aztán összesen három helyre felvételiztem, Berlinbe, Essenbe és Grazba. És ez a gráci jazz tanszak, ez vonzott így a legjobban Berlin után, mert nagyon jókat hallottam igazából a zongoratanárról, meg akár más tanárokról is. És aztán, hát az elején úgy voltam vele, amikor kikerültem Grazba, hogy jó, lehet itt maradok egy-két évet, de majd szeretnék Berlinbe menni, átjelentkezni, megpróbálni magamat, és aztán bejött a Covid is, aztán így vaciláltam rajta, hogy most akkor mit csináljak, és aztán inkább úgy nőttettem, hogy Grazban maradok, és egyáltalán nem bántam meg egyébként, mert hát ez a gráci suliról azt kell tudni, hogy nagyon sokan azt mondják róla, hogy mainstream, ami hát kvázi igaz, de kvázi nem, szóval, hogy azért elég a tanári gárda is azért ott is vannak nyitott zenészek nagyon, akik nem tudom, például a free, vagy az avantgarde jazzből jönnek, vagy a mainstreamből, vagy latin, meg azt tetszett nagyon, hogy az egész tanulmányom alatt fel volt építve egy ilyen struktúra, amit például akik ismerőseim, akik a listán tanulnak, ők például nem mondtak ilyeneket nekem a listről, és ez így tökre megtetszett. És ugye ezáltal is sokkal jobb rálátást kaptam különböző stílusok felé, vagy különböző stílusok felé kellett nyitnom, mivel ilyen óráim voltak. És hát azért elég kemény volt ez a 4 év, azt azért meg kell mondanom, mert nem csak a Covid miatt, igazából a Covid alatt nem volt annyira durva nekem, szóval, hogy voltak online óráim, de hogy online kellett beküldeni a vizsgaanyagot, és azt így össze tudtam hozni, de amikor megint visszakerültünk a távoktatásból, akkor így kicsit így azt éreztem, hogy rám zúdul az egész, meg így nyilván akkor ott kell lenni a suliban egész nap,
gyakorlás, megint az van, hogy nincsen terem gyakorolni, akkor várni kell. Az ember, hogy ez a terem ekkora probléma. Hát sajnos, igen, sajnos. De hát ez mindig is így lesz, azt hiszem, hogy így az egyetem után kikerül az ember, és akkor kell keresni egy próbatermet, vagy... Itt az iskolák, zeneiskolák, egyetemek, így nem tudnak kapcsolatba lépni, valahogy ezt összefésülni, hogy így ne legyen ez probléma. Ez sajnos nincs olyan jól megoldva, főleg azt vettem észre, hogy így a jazz tanszakokon nincs ez jól megoldva. Nem tudom, hogy Bécsben milyen a helyzet, de Grazban is, meg Pesten is, az akadémián, meg a Bartókban is az volt, hogy nagyon sok ember van. És ők éjjel sem, már nem lehet, mert meddig lehet használni a termeket, vagy akár éjjel is bemehetni, ha nagyon akarnál? Hát azt hiszem általában reggel 7-től este 8-9-ig vannak nyitva a termek. Szűkös, rajta, igen, igen. Ebből ez, kell főzni. Igen, nincs annyira jól megoldva. Igazából Grazban még az az opció van, hogy klasszikus egyetemre be tudtunk járni, gyakorolni. Csak ugye az is, a jazz tanszak egy kicsit kívülebb esik, szóval már majdnem a külvárosban van. De ennek ellenére így azt éreztem, hogy nagyon, nagyon sokat fejlődtem zeneileg ebben a 4 évben. Főleg technikailag, meg a zenei hallásom is nagyon sokat fejlődött, habár nyilván még mindig van hova fejlődni, de azt is érzem, hogy máshogy hallgatok zenét már, mint korábban, mielőtt kikerültem volna. Ez nem feltétlen vagy nem csak az egyetemnek a behatása, azt hiszem, hanem tényleg az, hogy egy másik környezetbe kerültem. És Grazban az is nagyon jó, hogy nagyon multikulturális ahhoz képest, hogy mennyire kicsi város. És tökre meglepett az például, hogy Ausztráliából, Kanadából, Franciaországból is vannak diákok. És aztán mutogattunk nyilván egymásnak különböző zenéket, amiket én nem ismertem, ők nem ismertek, és ja, ez egy ilyen elég kreatív 4 év volt igazából, azt kell, hogy mondjam, de nagyon, nagyon kemény is. És akkor szép volt, jó volt, elég volt, lezárult, de nem Berlin fele veszed az irányt, hanem mész vissza Budapestre, hogy ilyen szempontból mi volt így a fejedben, ami így változott, vagy elég hamar körvonalazott, vagy hogy körvonalazott, hogy Budapest lesz ebből? Ez így az utóbbi egy évben fogalmazódott meg bennem, meg már azt hiszem korábban is tudat alatt éreztem, hogy egyfajta honvágyat, meg aztán elkezdett érdekelni a magyar népzene is, meg így mielőtt kint voltam, ja, ez a honvágy valahogy arra terelt, hogy jobban megismerjem a saját kultúrámat, ami mielőtt Magyarországon, amíg Magyarországon éltem, ez valahogy nem történt meg velem, hogy így a saját kultúrám felé vonzódjak. Nem tudom, tantárgy, ahol tegyük fel, kellett van beadandót, ezt így csinálni, vagy ez így hogy alakult ki? Volt egyébként, igen, most ebben az évben kellett csinálnom egy prezentációt az egyik órára, és hát már igazából ezelőtt, a prezentáció előtt is elkezdett foglalkoztatni például a Dress Mihálynak, a Grencsó Istvánnak, ezeknek a magyar zenészeknek a munkássága, és meg hát ugye a magyar népzene is, meg hogy ez hogyan ötvözik a jazzzel, meg hogy milyen irányai vannak a magyar népzenének, és valami ilyesmiről csináltam ezt a prezentációt, így a Dress Mihály irányából megközelítve. Ő ugye nagyon nagyon ötvözi a népzenei motivumokat a jazzzel.
nem tudom, így sokszor hallottam róla, hogy Dress Mihály kifejezetten magyar jazz. egy ilyen címkét raknak rá, de hát ő is nagyon 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 sokszínű, azt hiszem, hogy sokszínű, sok színt mutat meg a zenéjében nagyon. Igen, szóval, hogy ebből a honvágyból indult az egész, és akkor így, mivel zenész vagyok, így a zenei irányból közelítettem meg azt, hogy visszakanyarodjak a saját kultúrámhoz, és rájöjjek arra, hogy úristen, mennyire jó ez a magyar kultúra, nem csak zeneileg, de hogy mindenféle művészi téren mennyi csodálatos költőnk van, mennyi csodálatos festőnk, vagy képzőművészünk van. Egy kis országnak, tehát ez igen, ilyen szempontból. Igen. Főleg úgy, hogy te ilyen multikulti közegbe is bekerültél, vagy bárhol, tehát az ember ilyen szempontból rá tud, meg hogy menjen is meg Kodályt, és meg lehetne sorolni, hogy van otthon, és van mit ápolni, meg van mivel törődni, vagy újra értelmezni, ezt így meg tudom érteni. Igen, meg például van egy spanyol barátom, aki nagyon sok ilyen spanyol népzenét mutatott nekem, vagy latin mondhatni népzenét, vagy latin zenét, és valahogy így ezekből kezdtem el így én is a saját közegem felé, a saját kultúrám felé orientálódni. Valahogy ez ezt hozta ki belőlem. És ez hova fog kicsúszni, vagy hova szeretnéd, hogy kifuttatni? Tehát mi a koncepció most ezzel kapcsolatosan, akár ha van? A koncepció az, hát ez így gondolkodtam mostanában sokat, hogy igazából gondolkodtam azon is, hogy valami népi suliba beiratkozni, népzenét tanulni, jobban belásni magamat a népzenébe. Vagy ilyen fúziót, egy népzenés jazzből valamit kihozni? Akár. Nem konkrétan fúzió, de hogy így magában valamennyire el akarom sajátítani a népzenét is, mint ahogy a jazzt tanultam, és abból építkezek a zenémben, ugyanúgy a népzenét is szeretném magamévá tenni, amennyire tudom, és nem konkrétan az a célom, hogy egy ilyen fúziót hozzak létre, meg amúgy is már létre van hozva ez a fúzió, de hogy megtalálni így a saját utamat így ezek között, a stílusok között, és akkor majd valami kisül belőle. És igen, ami ugye én nagyon sok blues-t hallgattam már gyerekkorom óta, és ez a különböző népzenék engem mindig nagyon vonzottak, akár amerikai, akár most pár éve elkezdtem marokkói népzenét hallgatni például, vagy ilyesmik. Volt marokkói osztálytársad, vagy évfolyamtársad? Volt egy, még első évben volt egy ilyen zenekarunk, ahol hát a Covid miatt a második fél évben nem volt zenekari óra megtartva, és akkor az volt a beadandó szemeszter végén, rátaláltam valahogy erre egy ilyen marokkói zenekarra, akik Brooklynban, New Yorkban élnek, és azt hiszem, ők nyertek Grammy-t is, és ettől ez a durva népzenei játékmód, meg felfogás, ez valahogy nekem nagyon nagyon tetszett már ugye korábban is, és valahogy ott is ezt éreztem, hogy nem az van, mint egy nem tudom, egy általában itt Európában egy ilyen jazz projektben, hogy jazz zenekarban, hogy
vannak különböző dogmák, és az szerint kell zenélni. Ugye? El kell sajátítani ilyen nyelvet, és akkor... Tudlak követni. És valahogy így a népzenéket, ahogy hallgatom, egy ilyen eszméletlen nagy szabadságot érzek. Egy ilyen szabadság árad a zenészekből. És közben nem free, de közben mégis, szóval, hogy így mozognak a saját, saját zenei nyelvezetükben ezek a zenészek. És azt hiszem, hogy én is valami ilyesmit szeretnék csinálni. Nem tudok még konkrétumokat mondani, mert ez csak így fejben van meg. De legalább így annak örülök, hogy így tudok erről, meg ez így tervben van, és erre próbálok majd koncentrálni. Hát meg Budapesten elmész a Fonóba, beiratkozol valami olyan iskolába, olyan képzésre, tehát ebből még bármi kiforhat. Igen. És akkor Budapesten hogy látod magadat, tanulni akarsz, zenélni, ott mi fog veled történni? Most vagy benne a költözésben? Igen. Hát én leginkább zenélni akarok, igen, és akkor talán itt tudnánk kanyarodni a bőgőhöz. Tadám! Az a most az új hang, új szerelem, új hangszerelem, tudom, inkább te fogalmazd meg, mi ez most. Igen. Hát igazából már amikor elkezdtem jazz tanulni, már akkor is nagyon vonzott a bőgőnek a hangja, meg emlékszem, amikor még Szombathelyen tanultam, akkor életemben először hallottam egy népi zenekart játszani, és már sajnos nem emlékszem a zenekarnak a nevére, meg a tagokra, de a bőgős ő nagyon megfogotta, hogy egyszerűen húzza-vonja a hangszert, és így nagyon erősen megszólal, és ilyen nagyon karakteres. Aztán így bennem maradt ez a tapasztalat így sokáig, és sokáig így gondolkoztam rajta, hogy hát azért ez azért elég jó ez a hangszer. Aztán volt lehetőségem is bőgön játszani, még Szombathelyen kipróbálni, és emlékszem, hogy így nem tudom, megpengettem a legvastagabb húrt, és így berezonált az egész testem hangszerrel együtt, és egy ilyen nagyon-nagyon intim érzést adott már az első pillanattól fogva a hangszer, ami a zongoránál valahogy nekem sose volt meg. Még a gitárhoz tudom ugye hasonlítani azt is így testethez fogod, és akkor átöleled kvázi a hangszert, és a bőgönnől is ezt érzem, csak valahogy még erőteljesebben, mivel akusztikus hangszer, és hát úgy is néz ki, mint egy emberi test, ugye? Szóval igen, hogy ez az intim érzés a hangszerrel, ez valahogy hiányzott nekem. És aztán különböző hát volt egy nagy ilyen mental breakdownom így 2 éve még Grazban, így különböző személyes okoknál fogva egy ilyen nagyon sok dolog történt az életemben, és aztán amikor ezen így túljutottam, akkor eldöntöttem azt, hogy oké, valami nagy, valami változást szeretnék az életemben, nem csak így a személyes életemben, hanem zeneileg is valami felé szeretnék nyitni, és valahogy egyből így a bőgő jutott ez eszembe, és aztán egy ismerősömet meg is kérdeztem, akinek több hangszere is van, hogy tudnék-e kölcsönözni. Aztán 1 éve igazából elkezdtem gyakorolgatni csak úgy magamtól, és hát egyáltalán nem bántam meg, szóval, hogy még mindig, hogyha otthon vagyok, és van 5 percem, akkor felkapom a hangszert, és ez például a zongorával én sohasem volt meg ez a kapcsolatom, szóval ez a, hogy így
így bármikor odaülnék, és bármikor gyakorolnék rajta, hanem akkor, amikor kell, vagy amikor motiváltnak érzem magam hozzá, akkor oda ülök a zongorához, de ez a szabadság, hogy mindig felkaphatom a bőgőt, a hangszert, és játszhatok rajta, ez valahogy nem jött olyan természetesen a zongorával. És ahogy mondtam, ez tökre hiányzott is. És nagyon örülök, hogy erre így rátaláltam az életemben. De a zongorát nem hagyod el teljesen, vagy ki tudja, vagy lehet, vagy így... Nem, hát ugye nyilván ugye számokat is írok, és meg hogyha például leszedek egy valamilyen számot, akkor zongorán pötyögöm le, hogy mi hogy van, mert sokkal átláthatóbb, meg ugye egy számomra egy nagyon ilyen hangszer, szóval hogyha valaki zenekarra akar írni, akkor kb. A zongora az egyetlen opció, amivel, vagy legalábbis számomra, amivel tényleg átláthatom minden hangszernek a szerepét. Mert ott van minden hang a klaviatúrán, nem kell keresgélni semmit. Struktúra, értelek. Igen, igen. Nem tervezem abba hagyni, de volt most nemrég egy olyan koncert, amit direkt azért mondtam le, mert hogy zongorával kellett volna játszanom, de már nem, mivel nem gyakorolok minden nap, ezért nem érzem azt, hogy ez egy szóló koncert lett volna? Igen. Hát egy hackney, csak így játszani pár számot, egyszerűen nem volt hozzá már kedvem, hogy ezzel foglalkozzak, meg mindig, amióta elkezdtem így zongorázni, valahogy mindig ilyen szükségből, azt éreztem, hogy szükségből kell zongoráznom, nem volt az a... A feladat. Igen, pontosan. Egy ilyen feladat volt valahogy mindig is. Nyilván ez változott idővel, meg voltak ilyen időszakok, meg nem tudom, de általában ez volt, hogy ja, nem volt meg ez a kapcsolatom a hangszerrel, és ja, igazából ennyi. Pesttől, mit szeretnél kihozni Pestből? Mi most így a koncepció fejedben? Mik a tervek? Vannak különböző zenekar ötletek a fejemben, amiket meg szeretnék valósítani, például egy trió, bőgő, szaxofon, dob. Ez egy régi vágyam igazából. De meg ki szeretném próbálni magam azokban a zenei stílusokban is, amiket eddig tanultam, például Grazban latin zenét, tradicionális latin zenét szeretnék játszani, páratlan ütemmutatókat szeretném kimesterelni, sok számot szeretnék írni, sokat szeretnék hangszerelni is, különböző formációkra, úgyhogy most igazából ezek a tervek vannak. Most nemrég egy táboron is túl volt, amiről tudok is most képet mutatni, hogy a tábor az most mit adott, az most friss élmény. Igen, az egy nagyon-nagyon jó élmény volt igazából, meglepően jó volt. Ez igazából a Szlovéniában történt ez a tábor. Ez még Gráchoz kapcsolódik, vagy ez azon? Igen, mert igen, szóval, hogy Novo Mestóban volt ez a tábor, Jazz Inti nevezetű tábor, és a szervezők például Grazban tanultak, vagy így van kötődésük Grazhoz, de minket a suli szervezett le, vagyis a szervezők a sulit keresték meg azzal kapcsolatban, hogy minden este akkor egy gráci zenekar tartson egy jam session-t minden este ebben a táborban. És igazából ez a zenekar, akikkel voltam, ebben a zenekarban még nem játszottam.
ez egy ilyen zenekari gyakorlat volt itt Grazban ez a zenekar, és a zongorista lány ő spanyol is visszament nemrég Spanyolországba, és akkor engem megkértek, hogy ugorjak be zongorázni. És akkor, ja, igazából az volt, hogy minden este nyitottunk jam session-t, eljátszottunk egy-két-három számot, és napközben meg részt vettünk az órákon, volt szállásunk, teljesen ingyen, szóval így Hawaii DJ. Ú, de rég hallottam. Szerintem soha életemben nem mondtam ezt. Na, akkor mindent használják. Igen, és a tanári gárda, a mentorok ebben a táborban nagyon-nagyon komoly színvonalon mozognak. Például a zongoratanár, aki volt, ő a David Bowie-val, a David Bowie-nak az utolsó albumán játszott, mint megtudtam. Szóval, hogy így Grammy-díjasok, a basszusgitártanár is Grammy-díjas. Szóval, hogy tényleg így a... meg mindegyikük élt New Yorkban, vagy élnek New Yorkban, még most is. És szóval így ilyen, egy ilyen, tényleg egy ilyen erős zenei mag, vagy ilyen zenei tanár mag alakult ki ott, akiket leszerveztek, és például a dobtanár, ő játszott Tigran Hamasyan, nem tudom, az ő nevét ismered, egy ilyen örmény zongorista, aki kint él Amerikában, és ilyen, hát világszerte ismert jazz zongorista, aki így most így az utóbbi években kvázi így egy új irányt adott a jazznek. Sok ilyen metal motivumot emelt be, például a jazzbe, meg hasonlókat. Derék jól tette. Igen, meg hát ugye az örmény népzenét is, és ez a dobtanár, akit ezen a képen ott a zongora mellett lehet látni, hát a dobok mögött igazából. Igen, a sapka szakáll. Igen, őt úgy hívják, hogy Arthur Natek, egy svájci származású zenész, és ő is kint New Yorkban élt nagyon sokáig, meg igazából két tanár volt ebben a zenekarban, akik tartottak nekünk órát. A másik egy szlovén trombitás volt, aki szintén Grazban tanult még a 2000-es évek elején. Ő is egy nagyon, itt Európában nagyon, nagyon híres zenész. A legtöbb nagyobb zenei fesztiválon ő is megfordult, meg Amerikában is játszott, azt hiszem. és egyszerűen csak meglepően jó volt ott lenni ezekkel a nagyon jó zenészekkel, és rengeteg, bármi ez, amihez hozzászóltak, egyszerűen nagyon-nagyon pozitív volt, nagyon segítettek mindig valakinek, akinek nehézsége volt, meg egyszerűen valahogy ilyen nagyon kreatív folyamat volt ez az egy hét, ahol együtt dolgoztunk így ebben a zenekarban. Annak ellenére, hogy szóval tényleg így az amatőrtől így az egyetemet végzett zenészekig. Hát nagyon vegyes. Igen, igen. De hogy nem volt az érzésünk, hogy úristen, most itt kell lenni ezekkel a, mit tudom én, kezdőkkel, meg mit tudom én. Így átjön a vibe-ja ennek a hangulata, ennek a tábornak. Szóval ez egy jó búcsú lépés fejezete volt akkor, hogy Gráctól, vagy Grazból. Ja, már meg a zongorázásnak is. És meddig látsz előre, tehát így 2023-ban van valami időpont, amit így be tudunk harangozni, esemény, ahol játszol, tervezel játszani, bármi ilyesmi, amit így a műsor végén így el tudunk mondani a nézőknek, hol lehet téged látni esetleg, vagy online felületre tervezel bármit? Online próbálok majd feltölteni különböző dolgokat.
A YouTube csatornád linkje ott van amúgy a leírásban, igen. Ha meg akarná nézni. Meg most próbálok feltölteni majd különböző bőgőzős kontenteket az Instámra például, meg ugye ez a trió, amiről beszéltem, ezzel szeretnék majd egy projektet csinálni és felvenni is az elkövetkezendőkben. Szeretnék számokat írni erre a formációra, és hát így konkrétumot nem tudok mondani, mert most így pont így mindenek a közepén vagyok, így se itt, se ott. Tudtál jönni, tehát az is ilyen szempont. Négyesi Barbás is így volt, hogy Grác és Budapest között így megállt az adás kedvéért. Igen. Szóval megértem, hogy most nagyon sűrű az élet körülötted. Igen. Ez egy ilyen felszabadító érzés, akkor ez Grác lezárult, akkor valami új kezdődik, vagy nagyon sok a kérdés, nagyon furcsa, nagyon ködös, tehát ez most így, hogy érzed magad ilyen szemben? Hát elég ködös sok szempontból is, de igazából mind a kettő, szóval én felszabadító érzés is, hogy végre ennek a 4 év kemény küzdelemnek. Ez miért 4 év volt? Tehát... Hát itt Ausztriában a zenei képzések általában 4+2 évesek. Tehát a master a plusz kettő? Igen, igen. És... igen, szóval, hogy meg főleg az is, hogy új hangszert kezdtem el. Ez a 4 év, az nem kevés idő. Hát jó lett volna elmenni Erasmusra például közben, de ez a te hibád? Ne kérdezzek ilyet, mert pont Bardamás, aki itt volt, ő készül Portugáliába, tehát lehetőség van. Igen, van lehetőség, csak így a Covid miatt úgy voltam vele, hogy hát most nem tudom, elmegyek valahova, mit tudom én, Barcelonába, és akkor ugyanúgy ott ülök a szobában, nem tudok kimenni. Értem. És emiatt én nem akartam belefogni. Mondom, tehát nekem, amikor én voltam főiskolás, nem volt lehetőség, nem voltak olyan kapcsolatok, de akinek van, és ezt tényleg, kedves hallgatóink, nézőink, ez mindenkinek, ha valaki szülő, vagy te éppen egyetemre mész, vagy egyetemen vagy, az Erasmus biztosan nagyon jó lehetőség, és nem visszafordítható, nem kapod azt vissza, tehát nem használod ki utólag, így emiatt sokan, de jó lett volna, akár network, kaland, nyelvtanulás, tehát csak előnye van. Erasmusnak, szóval menjetek Erasmusra. Igen, ezt én is sajnálom, hogy ezt nem léptem meg. Hát megléphettem volna igazából, csak... Hát ez rizikós, értem, ez a COVID közepén, ez... Jó, ott vagy Barcelonában, vagy remek jó város, de pont amiatt mentél volna, az így nem kapod meg, az így az a bosszantó kategória. Igen. Meg így a kérdésekre, meg így ködösségre visszatérve, ugye ez a bőgözés kvázi így, hát lehet úgy mondani, most jött be az életembe. És ez már egy éve. Hát igen, de hogy például a diplomára azért kellett készülnöm, szóval leginkább zongorát gyakoroltam, és így sokszor nem volt időm azért felkapni a bőgőt. És most van az először, hogy tényleg így nagyon fókuszáltan próbálok gyakorolni. Meg így a zongora által, ahogy mondtam, van rálátásom erre a hangszerre is, hogy mi a szerepe, hogyan kell egy zenekari környezetben, hogyan kell kísérni ugye bőgőn, vagy mi egymás. De ez, hogy új hangszert megtanulni, ez új dolog. És hát én is kíváncsian várom, hogy mi sül ki ebből, de hát ez, azt már most érzem, hogy nem lesz nyilván könnyű meg így visszatalálni a pesti zenei közegbe, még annak ellenére is, hogy ismerek embereket így. Tudom, hogy ez nem lesz olyan egyszerű folyamat. Fiatal vagy, meg kihívás, igen. Kihívás, meg az ember előtt vannak, szóval szerintem ilyen szempontból menni fogsz, és nem sikerül egyik, akkor másik, ide, majd szodam, és showcase, koncertek. Szóval... Igen. Hát csak van így az emberben ez a negatív... Hát most hogy lesz, mi igen, lesz? Igen. Melót úgy is fogsz valamit el, tehát ha nem büdös a munka, akkor meló az lesz. Meg tehát ez a kreativitás, meg ez a nagy bőgör, tehát így átjön ez a fajta nyitottság, vagy az öröm, hogy oké, ez teljesen más, vagy más oldalán mutatja meg a zenének, és ez azért van egy szépsége, meg hát tök, hogy nem,
nem lett eleged, vagy nem azt mondom, a zongorából, vagy a zongorázásból, szóval azért az is még az életed része. Igen. Szóval ez izgalmas, tehát én azt mondom, ez izgalmas, meg az, mint a külföldre költözik, ott is biztos, hú, Krác, meg minden új, minden más, hát most itt Budapest is, azért, hogy sok minden történt Budapesten, de hát akkor újból felfedezed, meg akkor újra nekiugrasz. Igen, igen, igen. Hát az a konkrét tervem, hogy nem tudom, így 2 évet adok magamnak ott Pesten, és meglátom majd, hogyan fog alakulni. Különböző, mármint így más dolgokon is azért néha agyalok, hogy oké, most milyen lesz ez a politikai helyzet, meg nem tudom. Amikre hát ugye nekem nincs ráhatásom, csak annyit tudok vele tenni, hogy megint akkor elköltözök. De szóval, hogy ezt így sok művésztől hallottam már például interjúkban, hogy azért fontos ez a mély víz, hogy egy valaki milyen művészként egy ilyen mély vízbe kerüljön, és próbáljon szilárd talajt találni maga alatt, és megpróbálni küzdeni így idézőjelbe azért, hogy legyen közönsége, vagy elismerjék, amit csinál. Ez a párkapsz nekem, hogy hallgattalak, hogy ott se egyből kilépsz, hanem azért küzdesz érte, futtok egy kör, nem egyben azt mondja, hogy oké, hogy csák, puszi, bye-bye. Igen, igen. Hanem, hogy oké, akkor még azért próbáljuk meg, párterápia, ez az amaz, és ha tényleg nem megy, akkor lehet azt mondani, hogy oké, ez a fejezet lezárult. Szerintem ugyanez, hogy akkor meglátod, hogy mennyire működtök együtt, te hogyan tudsz ott aklimatizálódni, milyen lehetőségek vannak, és ezt egy puding próbálsz, csak úgy derül ki, az ember megpróbálja, és hát 50-50, mert látod, hogy vannak zenész ismerősök, vannak mások is, akik így, úgy, amúgy, tehát a mostani rezsi állapotok, mennyi klub lehetőség van, de van, tehát így elhiszem, hogy nem egyszerű. Igen, nem igen. Egyszerű így zenészként megélni, tehát tényleg nem csak az, hogy befutni, meg hatalmas karriert csinálni, hanem hogy tehát így megélni. Igen. Meg hát, ja, ez a vacilálás, ez tudom, hogy örökké meg fog maradni az életemben, hogy most maradjak-e itt, most menjek-e oda, szóval, hogy így... Honvágyra gondolsz? Igen, igen, meg hogyha már ott vagyok, akkor... Mert ugye amikor amíg Magyarországon éltem, főleg amíg Pesten éltem, addig azt éreztem, hogy én szeretnék elmenni. Miért? Ezt meg tudod fogalmazni? Tehát nem tudom, hogy meg sok a szemét, hangos, nagy a forgalom, kevés a zöld, tehát van valami konkrét dolgok? Hát igazából sok konkrétum van, így a város se... tetszett egy idő után, itt sok volt, nagyon zajos volt. Valahogy azt éreztem, hogy így az emberek se olyan szívélyesek. Ez mikor volt? 4? Olyan 6 éve? 4-5 éve kb. Akkor amúgy már szerintem ide. Fejlődik Budapest, tehát én még 10-15 éve mit éreztem ebben, hogy negatív kisugárzás, milyenek az emberek, tehát azért én látok pozitív fejlődés, szóval igen. Azért fejlődik. Tehát már lehet, egy szoftosabb verziót kaptál, de persze kinek még igen. A szint és társadalmat. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy például amikor ugye első évem után Grácsba először visszamentem Pestre azon a nyáron, azt hiszem 2020 nyarán, így egy év kihagyás után visszamentem Pestre, és így annyira így kb. Így megcsapott a városnak ez a gyönyörűsége, meg annak ellenére, hogy eszméletlenül romos házak vannak, de hogy ennek is egy akkora hangulata van ott Pesten lenni számomra. És valahogy azt éreztem, nyilván ez csak az én agyam, meg én teszem ezt hozzá így magamban, de hogy számomra így az emberek is megváltoztak, főleg így megismertem így az osztrák mentalitást, és rájöttem arra, hogy nekem tetszik ez a magyar mentalitás, ez a... Tehát akkor te változtál valami. Igen, azt hiszem, igen. Igen. Tehát talán jó irányba, ezt majd
Gyere vissza, tudjuk. Tehát azt mondom, hogy aki egyszer már volt a stúdió, nem azt jelenti, hogy nem jöhet vissza, szóval úgy van, Bécsben jársz, eltelik a két év, van valami, amiről szívesen beszámolsz, itt amúgy lesznek zenélések is, tehát terve van, Barabás mondta, lehet, hogy jönne valami formációval, szóval várlak vissza szeretettel, és köszönöm szépen, hogy tudtál időt szánni erre, hogy mesélj, így, hogy 2023. szeptember 11-én hol tart most az életed, és akkor remélem, hogy azok a projektek, ötletek, ambíciók, hogy benned vannak, akkor sikerül majd megvalósítani. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, hallgatóink, minden további információ, linkek, Instagramja, ott van Tominak a videó leírásában, szóval ha meg szeretnétek nézni, az Instán ott fotók vannak, de lehet, hogy reeleket is már pakolt fel, de videói meg a YouTube csatornáján fent vannak, szóval ezeket le tudjátok csekkolni. Köszönöm szépen a figyelmet, és Tamás, akkor neked további sok sikert kívánok akkor most odahaza. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, hallgatóink, hogyha tetszett az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, hogyha van bármilyen véleményetek a metal, jazz fúzióról, vagy a népzene, jazz fúzióról, írjátok meg kommentbe, dobjatok be nekünk videókat, szívesen megnézzük, hogy nektek most aktuálisan például ezek közül, vagy a jazzen belül mik tetszenek, a komment szekció erre ott van. Figyelemmel fogom majd kísérni, és találkozunk legközelebb is. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!